A Copstar sportolói 5 évvel ezelőtt létrehoztak egy teniszcsapatot, és tervszerűen menetelve oda jutottak, hogy az idén sporttörténelmet írhattak, hiszen a következő idényben már a második vonalban képviselhetik városunkat. Az idei szezonban kiemelkedőt nyújtottak. 6 ellenfelünk volt, 2 ebből a feljutásért szintén küzdött, mint mi is, és ők tavasszal, a tavaszi szezonban teljes erővel ki is álltak ellenünk, de mind a kettőjüket sikerült magunk mögé utasítani, és a többieket pedig nagyon simán sikerült megvernünk. Sikerük titka mindenképpen az volt, hogy fokozatosan építették be a tehetséges fiatal teniszezőket csapatukba. Ma már fele-fele arányban alkotják az együttest a tapasztalt és a fiatal játékosok. Fő szempont én azt gondolom, hogy itt nálunk most Jászberényben elég jó sikerült az utánpótlás nevelés, és fel tudtak nőni a fiatalok ehhez a feladathoz, úgyhogy igazából ez mindenki előtt adott lehetőség, nekünk sikerült. Tehát. Milyen a százalékos arány a fiatalok és az úgynevezett tapasztaltabb játékosok között? Most kb. Fele-felébe vagyunk, tehát fele-fele, úgyhogy, de szerintem meg fog fordulni, előbb-utóbb teli lesz fiatallal, az lenne a cél is. Ugye azért van is egy megyei csapatunk, aki egy feljövő majd ide jönnének fel hozzánk játszani. Az OB3-as bajnokság megnyerése újabb lendületet adott az egyébként is nagyon összeszokott társaságnak. Így az OB2-be kerülve merész álmokat szőttek. Az OB2-be az lenne a tervünk most, szerintem ezzel a csapattal beleférhet az is, hogy a dobogon tudnánk végezni. Szerintem megvalósítható. Úgyhogy igyekezni fogunk nagyon. Kell-e erősíteni, vagy azt mondjátok, hogy ez a csapat pont arra érett, hogy OB2-es legyen? Ez most pont jó. Igazából nem nincs szükség erősítésre, csak hogy akik most jelenleg játszanak, tudjanak nálunk játszani, tehát sérülés, ilyesmi ne jön közben. Ha nem lesz, akkor szerintem meg lehet a dobogó. Az OB3-as bajnokság első helyét Bartóki József, Bábosik Bence, Borbély Dominik, Dancsó Bálint, Dancsó Márk, Dán Gyula, Kocka Patrik, Lőrinc Csaba és Sződi Szabolcs harcolta ki. Minden bizonnyal tavasszal is ők alkotják majd az OB2-es csapat gerincét.